Megkezdődött a Környe és Tata közötti út megerősítéssel egybekötött felújítása. Az egyre nagyobb teher- és személyautó forgalmat lebonyolító 3,5 kilométeres szakaszon 6000 tonna aszfaltot építenek be. Itt hamarosan megkezdődik ennek az útnak egy 3,5 kilométeres útszakasznak a burkolati megerősítése és felújítása. Én két dolgot emeltem ki, az egyik egy közlekedésbiztonsági ok, ami miatt ennek az útnak a megerősítésére és felújítására szükség van, a másik pedig egy közlekedés minőségjavítási lehetőség, hiszen ez az út rendkívül forgalmas, nagyon terhelt, legalább 3 ipari park összekapcsolásának a gazdasági keringését biztosítja, Oroszlány, Tatabánya, Tata, de ezen felül jól tudjuk azt, hogy a velencei térségből, Székesfehérvár irányából a Gánti úton is sok autó közlekedik erre, nem csak személygépkocsi, hanem teherforgalom is közlekedik erre. Oroszlánynak az egyik autópálya megközelítése az iparterületről, de fontos ez a három város összekapcsolásánál is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez több szempontból fontos. Forgalom csillapítására és a forgalom biztonsági feltételek megteremtésére készülnek megoldások az útfelújítás során. Többek között a környeiek kérésére beépítésre kerül egy forgalomcsillapító kapurendszer vagy szigetrendszer, ki hogyan ismeri. Ez nyilván egy sávelhúzással a sebesség csökkentésére fogja késztetni és ösztökélni az ide érkezőket. Ide természetesen közvilágítás is kerül hozzá, de két buszoból az önkormányzat finanszírozásából a Tagyospusztai megállónál kialakításra kerül, és az önkormányzat közös erővel a közúttal együtt a tervezéskor már megteremtette annak feltételeit, hogy a Tatai út vízelvezető rendszerének az úttest alatti átereszeit ennek a beruházásnak a keretében megvalósítják. Környe egyébként több mint 30 millió forinttal járult hozzá ahhoz, hogy az önkormányzatot szigorúan az önkormányzatot érintő és az ő kérésükre is bekerülő fejlesztési elemek azok finanszírozásra kerüljenek. Maga a projekt egyébként a területi és települési operatív program keretén belül közel 1 milliárd forintból fog megvalósulni. Környe bejáratánál forgalomcsillapító kapuzatot létesítenek, a két út kereszteződésében pedig jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki. A beruházás csillapíthatja a közeli ipari park tatabányai bekötésének forgalmát is. Az elmúlt években olyan mértékű romlás következett be az út pályaszerkezetében, amely már közlekedésbiztonsági problémákat okozott. Így az Oroszlányból az autópálya felé irányuló nagy teherforgalom jelentős része az átterelődött, áttolódott a tatabányai átkelési szakaszra, amely az egyébként is telített, az ipari park miatt telített Rákóczi-Ferenc út és Győri úti csomópontnak a átjárhatóságát korlátozta. Így ennek az útszakasznak a mostani megerősítéssel egybekötött korszerűsítése enyhíteni fogja a tatabányai átkelési szakasznak a teherautóforgalmát is. Ez a városon belül élők és közlekedők szempontjából is fontos. Magának az útnak a bekötése az ipari park irányából, a Tata környe közötti út irányából pedig a ipari parkban működő gazdasági társaságok szempontjából fontos. A Győri úton is egy fontos beruházás kezdődött el Tatabányán. A négy sávos útnak az egy kilométeres szakasza ugyancsak felújítás alatt áll egészen a kis áruházaktól a vasúti pályaudvarig bezárólag, és soron van a vértesszőrösi átkelési szakasznak a korszerűsítése is. Most úgy beszéltük meg a közúti igazgatósággal, hogy a Győri úti csomóponttól a vasúti pályaudvar irányába történő szakaszon a munkálatokat kezdjék el, és kezdjék el a Környe Tata közötti útnak a korszerűsítését is, annak érdekében, hogy a nyári időszakban egy hosszas 4 hónapot igénybe vevő munkálatokat a vértesszőlősi átkelési szakaszon is el lehessen kezdeni, hogy azt őszre, kora őszre be tudják fejezni. A munkálatok július közepéig tartanak. A vértesszőlősi általános iskolában kedden a Fogadj örökbe egy iskolai könyvtárat program keretében tartottak rendezvényt, amelynek során Bencsik János országgyűlési képviselő ismertette a könyvtárfejlesztő program célját, valamint Ádám Katalin, a T-Matrix Kft. Ügyvezetője átadta az általa nyújtott adományt a támogatott vértesszőlősi általános iskola könyvtárának.
Valójában a szándék onnan származik, hogy az ember eljut egy olyan pontra, mint vállalkozó, hogy segíteni kell, és a segítésnek megpróbáljuk megkeresni azokat a pontjait, amit úgy érezzük, hogy mi szívünkhoz a legközelebb lelkünkhöz van, és ott próbálunk segíteni, hiszen végtelenségig nem tudunk, de amit segítünk, azt szeretünk olyan helyre adni, aminek úgy látjuk, hogy haszna és nagyon-nagyon jó helyre kerül a dolog. Jelen pillanatban egy 1 millió forintos összegű informatikai berendezés vásárlása történt az iskola részére, és az elkövetkező 4 évben pedig évenként 3-300 ezer forinttal bővíthetik majd az iskolának a könyvtárát könyvekkel, illetve digitális könyvekkel. Én azért bízom benne, hogy inkább könyvekkel, mint digitális könyvekkel. 3 esztendővel ezelőtt megfogalmaztuk ezt a szándékot a Zsuzsával, mint megyei szakmai vezetővel, iskola könyvtári szakmai vezetővel, hogy lehetőséget kellene biztosítanunk az iskolai könyvtáraknak állománygyarapításra. Egyrészt modern informatikai eszközök beszerzésére első évben, és a következő években pedig a meglévő könyvállománynak a frissítésére, annak érdekében, hogy írott olvasmányok is oda tudjanak kerülni a gyerekeknek a kezébe, hogy alakuljon ki a képes gondolkodásuk, váljanak képessé a saját életük alakítására, ahhoz persze olvasmányokra van szükség, olvasmány élményekre van szükség, mert azt tudjuk elképzelni, és abból alakul ki maga a képi olvasás, és alakul ki a képesség. Mert a képesség az nem mást jelent, mint el tudunk képzelni valamit, amit pedig elképzelünk, azt meg is tudjuk valósítani. Azok az elkötelezett vállalkozások, amelyek keresik a munkavállalókat, és nem mindig találják meg maguk számára a legjobbakat, vagy azokat, akikre éppen szükségük van, azok elég gyorsan megértették, hogy az olvasási képesség az összefüggésben van a munkára való képességgel, és hogy az a gyermekkorban alakul ki. Éppen ezért ők egy a jövőbe történő befektetésként élték meg ezt a támogatást, és választották ki azt az általános iskolát vagy középiskolát, amely valamilyen oknál fogva közelebb áll hozzájuk. Vagy azért, mert valamely munkatársuknak a gyermeke járt oda, vagy éppen a vállalat vezetőjének a családjából jár oda valaki, vagy onnan jön a legtöbb szakképzett munkaerő egy szakközépiskolából. Ez alapján kerültek ki választásra. Aztán volt olyan, aki azt mondta, hogy annyi terhe van a vállalkozásoknak, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy nem a vállalat dolga, hogy a képzésben részt vegyen, de a túlnyomó többség az megértette, és jutottunk el odáig, hogy most 13 iskolai könyvtár került eddig örökbe fogadásra, és ez már azt jelenti, hogy több mint 25 millió forint került be a szegény sorsú iskolai könyvtárak állomány gyarapításába, hiszen maguknak az iskoláknak viszonylag csekély anyagi forrásuk van, ezért is fogtunk össze a Zsuzsával, hogy ebben a támogatás keresésben nyújtsunk segítséget. Ez egy folyamat, és bizakodunk benne, hogy a következő tanév is úgy tud kezdődni, hogy megint lesz 2-3 olyan iskola, amelynek meg lesz a támogatója. Kezdetekben megállapodtunk arról, hogy mindenképpen én végigkísérem szakmailag ezt a programot, hogy könyveket és olyan dolgokat fognak a kollégáim beszerezni, amire nekik szükségük van az iskolai könyvtárukban, nekik és a kollégáknak, és legfőképpen a gyerekeknek. A gyerekek bejönnek pihenni, olvasni, számítógépezni, a leckét megcsinálni, felkészülni egy versenyre, és ez mind-mind új lehetőséget ad nekünk is abban a kollégáimmal, hogy segítsük a gyerekeket. Most éppen országos versenyre készül az Árpád Gimnázium könyvtárában 2 tanuló könyvtárhasználati versenyre. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy bejutottak az országos döntőbe. Szinte mindegyik iskolai könyvtárban délutánonként 25-30-35 gyerek megfordul. És olvasnak, most a programunkba bekerült iskolai könyvtárakban az elmúlt évben már könyveket vásároltak a kollégáim 300 ezer forint értékben, mert 2016-ban kezdtük meg ezt a programot, és a gyerekek egymásnak ajánlják a könyveket, olvasnak, nagy-nagy örömünkre szolgál ez. Nagyon örülünk a programnak, és még vannak terveink, hogy vannak könyvtárak, akik nagyon szeretnének bekerülni ebbe a programba, mert nincs más lehetőség a vásárlásra, a könyvtár bővítésre, újításra, frissítésre.
A lehet más a politika a tatabányai vértes agórájában rendezett lakossági fórumot. Nem véletlen, hogy az LMP zöld pártként az oktatás és a korszerű világszínvonalú oktatás mellett szállt harcba. Mi megdupláznánk azokat a pénzeket, amiket most az ország az oktatásra fordít, emellett működő egészségügyet hoznánk létre. Csak erős LMP-vel fog tudni ez az ország egy 21. századi élhető helyé válni. Sok adóssága van az előző kormányoknak, a bérek rosszak, az egészségügy nem működik, az oktatás darabokban. Én azt tudom önöknek mondani, hogy ezeknek a kijavítására, sőt, sok esetben újragondolására vállalkoztunk. Hozzáteszem, hogy alap az, hogy a korrupciót csökkentsük ebben az országban, sőt, ha lehet, megszüntessük. Erre már csak azért is az LMP a legalkalmasabb, mert jelenleg az egyetlen oligarchamentes párt vagyunk. Mi vagyunk azok, aki mögött senki nincsen, aki tartja a zsebét, és utána pedig a választások után pedig a kezét, hogy megkapja a járandóságát. Ilyen nincsen, az LMP-nek csak a választópolgárok a partnerei abban, hogy egy új politikát tudjunk létrehozni ebben az országban. A körzeten belül néhány olyan problémát emelnék ki, valóban csak néhányat, mert hosszú ideig sorolhatnám, hogyha mindre sort szeretnénk keríteni, amit én a legfontosabbnak tartok. Az egyik a lakhatási probléma megoldása, mint Tatabányán, mint Tattán, hogyha a béletet keresünk, azt láthatjuk, hogy 80-100-120-130 ezer forint, és még ennél magasabb összegeket kérnek el egy egyszerű lakótelepi lakásért. Az LMP-nek van egy programja, bérlakásépítés jelent, évente 10 000 bérlakásépítésére, illetve felújítására nyílna lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos probléma, ezt minél hamarabb meg kell oldani. Nagyon fontos problémának tartom az M1-es autópálya ügyét, hiszen aki közlekedik rajta, az tapasztalhatja, hogy szinte már életveszélyes ez az autópálya szakasz. És az Orbán kormánynak 8 éve volt arra, hogy ezzel bármit is kezdjen, nem sok minden történt, nem lehet halasztani ezt a kérdést, ennek sem a megoldását. Nagyon szeretnénk, hogyha a Tatabánya közötti autópálya szakasz ismét díjfizetésmentessé válna, hiszen hatalmas forgalmat eresztünk rá Vértesszőlősre. Ezzel, hogy fizetés, megszüntették az ingyenes autópálya szakaszt. Nagyon szeretnénk, hogyha folytatódnának azok a turisztikai fejlesztések, amelyek egyre inkább kiemelik Tatát a magyarországi, egyébként jelentős turisztikai attrakcióval bíró városok köréből is. Látjuk szinte napról napra, hogy miként fejlődik ez a város, de nagyon-nagyon sok potenciál van benne, amit mindenképpen ki kell aknáznunk. Emellett pedig azt is szeretnénk látni Tata vonatkozásában, de ugyanez igaz Tatabányára, hogyha folytatódnának az ipari beruházások, és azon belül is azok a beruházásoknak szeretnénk minél nagyobb teret engedni, ahol a nagyobb hozzáadott értékű termelés folyhatna, hiszen ezek azok a beruházások, amelyek stabil munkahelyet biztosítanak, és megfelelő jövedelmet. Lakossági fórumot tartott a Demokratikus Koalíció Bajon. A rendezvény házigazdája Lusztik Péter volt a választókerület elnöke. Vendégei pedig dr. Vadai Ágnes, a DK alelnöke, a DK országgyűlési képviselője, és Fekete Miklós, a MSZP Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje. Ma közösen kampányolunk Vadai Ágival Bajon, megmutatjuk azt, hogy milyen, amikor a DK és az MSZP, aki összefogott a 2018 évi választásokon, együttesen el tudja mondani valóját, és ebben olyan nagy különbség nem lesz köztünk, hiszen azok a fő célok, amit megfogalmaztunk a programban, azok azért ugyanazt jelentik itt is és ott is. Emellett nyilvánvalóan, hogyha szó esik majd a helyi dolgokról nyilván én fogok beszélni, igyekszem elmondani azokat a válaszokat a kérdésekre, hogy Tatabánya, Baj, Vértesszőlős és Szárliget tekintetében hogyan gondolkodok. Én nyilván erre helyezem a fő mondanivalómat, Ági pedig el fogja mondani, hogy mi az, amit közösen akarunk országosan. Egy lakossági fórumnak mi lesz a fő mondandója? A fő mondandó az lesz, hogy támogassák a demokratikus ellenzék jelöltjét, Fekete Miklóst. És tágabban? Tágabban pedig az, hogy milyen Magyarországot képzelünk mi el, akik koalícióba fogjuk ezt az országot kormányozni, a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció, hiszen nem elég megnyerni a választást, utána természetesen lényegében újjá kell építeni az országot, és újra nyitott, polgári, nyugatos, a szabadság és a szolidaritás talaján álló Magyarországot kell megalkotni közösen. Közösen van a hangsúly? Abszolút, és a közösen az nem csak azt jelenti, hogy mi, akik a demokratikus ellenzéki pártok
együttműködésében benne vagyunk, hanem az ország polgáraival. Mert azt gondoljuk, például, hogyha az alaptörvényről vagy alkotmányról beszélünk, akkor olyan alkotmányra van szükség ennek az országnak, amit mindenki egy picit magáénak érez, független attól, hogy kinek a szavazója. Mert az elmúlt években, különösen az elmúlt 8 évben végletesen megosztódott ez az ország, iszonyú harag, elkeseredettség, düh van az emberekben, és végre azt hiszem szükség lenne arra, hogy egy picivel több mosoly legyen az emberek arcán. Választási fórumot rendezett a Tatabányai Vértes agórájában a Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Rendkívüli választás előtt állunk. Minden választásnak megvan a maga tétje 1990-től kezdődően, de nagyon ritkán van olyan, hogy egy választásnak olyan tétje van, amelyik meghatározza egy ország sorsát nem 4 évre, hanem sokkal hosszabb időre, akár 10, 20, akár 100 évre is meghatározhatja. Ez a mostani választás ilyen választás, hiszen ha most elrontjuk és rosszul döntünk a választáson, akkor Magyarország végleg meg fog változni, bevándorló országgá fog válni, és ennek következtében nem fogjuk tudni ezt kijavítani. Egy bevándorló országgá vált országot sokkal nehezebb visszaváltoztatni, mint megakadályozni, hogy ez az ország bevándorló országgá váljon. És természetesen, hogyha Magyarország bevándorló országgá válik, akkor azok a gazdasági eredmények, amelyeket Magyarország elért, amit a magyar emberek elértek, hiszen egy kormánynak csak arra van lehetősége, hogy keretet teremtsen, ezt a keretet az emberek töltik ki tartalommal, az, hogy Magyarországon 4,2%-os a gazdasági növekedés, hogy 4% alatt van már bőven a munkanélküliség, hogy Magyarországon folyamatosan nő a minimálbér, és még sorolhatnánk az eredményeinket, azt a magyar emberek érték el. De hogyha Magyarországnak 100 milliárdokat kéne költeni bevándorlásra, akkor erre nem lenne pénz, nem lenne lehetőség, és ezek a gazdasági lehetőségek visszafordulnának, Magyarország fejlődése megállna, és egy másik irányba indulna fel. Ezért van nagyon nagy jelentősége ennek a mostani választásnak. Meg lehet állítani ezt a folyamatot, meg lehet állítani azt, hogy Magyarország bevándorló országgá váljon, és lehet folytatni a gazdasági növekedést, lehet folytatni azt, hogy Magyarországon minden embernek legyen munkája, és hogy megérje dolgozni egyre több embernek, megérje dolgozni, és nőjenek Magyarországon a bérek. Én fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Esküdtettek az április 8-ai országgyűlési választások lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottságok résztvevői. A városban 24 szavazókörben várják majd a választópolgárokat. Az esküdtett tagok felkészítést is kaptak a helyi választási irodától a gördülékenység és törvényesség érdekében. Ez egy nagyon nehéz embert próbáló feladat, hiszen már a hajnali óráktól ott kell lenni, gyakorlatilag 5 óra 10-re meg kell érkezni a szavazóhelyiségbe ahhoz, hogy 6 órakor már a választópolgárok rendelkezésére álljanak, elrendezzék az iratokat és hozzákészüljenek a napi munkához, és 19 óráig tart ugye a szavazás. És 19 órakor még, aki sorban nem szavazhat, tehát nem biztos, hogy pont 19.00-kor zár egy szavazóhelyiség, mert annak még biztosítani kell a szavazási lehetőséget, tehát amikor már a sorban állók is szavaztak, azt követően nekiállnak a szavazatok összeszámlálásának, és a szavazóköri eredmény megállapításának. És mire végeztek, azt követően be kell szállítani az iratokat a helyi választási irodához, ahol a különféle szavazóköri eredményeket mi megvizsgáljuk, informatikai rendszerben rögzítjük, jogi és számszaki felülvizsgálaton esik át, és ezt követően készülnek el a település szintű eredmények. A 24 szavazókörben dolgozókat beosztottuk 3 alkalomra, és még van egy pótalkalom, amikor a póttagoknak tartunk, illetve azoknak, akik nem tudtak részt venni, esetleg a számukra meghatározott időpontban, tehát összesen 4 alkalommal tartunk ilyen felkészítést. A szavazatszámláló bizottságok egyébként ahhoz, hogy működőképesek legyenek, 5 tag kell mindenképpen, mert gyakorlatilag a mozgónázást is biztosítani kell, valamint biztosítani kell azt is,
is, hogy a szükséges számú határozatképes létszámban, ami legalább 3 fő jelen legyenek a szavazóhelyiségben, és a személyi összetétel pedig úgy áll össze, hogy részben választott tagok vannak, részben pedig delegáltak. A választott tagokat a képviselőtestület választotta meg települési szintre, a delegált tagokat pedig a független jelölt vagy a jelölőszervezet által állított jelölt képviseletében a jelölőszervezet bízza meg. Erre 2-2 fő delegáltra van lehetőség, és örömünkre szolgál, hogy ezzel a lehetőséggel éltek is a jelölőszervezetek, tehát kellő számban rendelkezésre áll és feláll a szavazatszámláló bizottság minden szavazókörben. Kiállítással és érzékenyítő beszélgetéssel indult az Autizmus Világnapja köré szervezett egyhetes programsorozat, amely az Eső Emberekért Egyesület szervezésében valósul meg. Már több mint 10 éve az egyesületünk a gazdája az Autizmus Világnapnak itt Tatán, és általában egy világnapi kék vár körbe menetelt szoktunk tervezni, és van néhány olyan év, most körülbelül, hogyha a ciklusokra bontom, akkor úgy 5 évente bemutatkozik az egyesület valami újdonsággal. Ez történik most is, amikor az Angyalok és Tündérek galériában a Vörös Rébék kiállítás nyílik meg, hiszen az egyesületünk Szent Gergely lakóotthonában élők azok, akik a rajz alapokat készítették a Vörös Rébék háttérvetítéseihez. Sokat beszélünk róla, de keveset tudunk. Tehát a közvélemény nagyjából tudja azt, hogy létezik egy ilyen fogyatékosság, de valójában, hogy mit akar pontosan, arról általában keveset tudnak az emberek. Ez azért is van, mert a legfiatalabb fogyatékossági ágról van szó, és gyakorlatilag a tudomány még elég korlátozott ismereteket tud adni nekünk, illetve van már nagyon jó gyógypedagógiai módszer, eszköz, amivel viszont jól lehet haladni, és nagyon jól lehet a fiatalokkal, az autista gyerekekkel és felnőttekkel is eredményeket elérni. Általában az emberekben él egy kép az autista emberekről, vagy az autizmussal élő emberekről, gyerekekről, felnőttekről. Általában azt szokták tőlünk kérdezni, hogy tipikus kérdések, hogy van olyan autista, amelyik nem beszél, igen, tehát hogy különbséget kell tennünk a spektrumon lévő autizmussal élő emberek között. Igen, vannak olyanok, akik nem beszélnek, nem kommunikálnak, vannak olyanok, akik nem beszélnek, de nagyon jól kommunikálnak, vannak beszélő autizmussal élő emberek, vannak a spektrum egyik végén elhelyezkedő olyan autizmussal élők, akik nagyon magas intellektuális képességekkel rendelkeznek, és vannak olyanok a spektrum másik oldalán, akik mondjuk intellektuális képességzavarral, vagy más társult fogyatékossággal rendelkeznek. És ezekre szoktuk felhívni a figyelmet ezekben a beszélgetésekben, hogy mik azok, mik lehetnek annak a hátterében, amikor egy ilyen furcsa viselkedéssel találkoznak az emberek, hogy jobban megértsék és jobban elfogadják azt, hogy a viselkedések hátterében ezek az alapkészség zavarok állnak. Az egyhetes sorozat keretében autista mesemondót is várnak a szervezők, lesz kutyaterápiás bemutató, zenés program. Végül az Autizmus Világnapján újra körbesétálják a kékfénnyel megvilágított várat. Örülök, hogy ilyen szép számmal hallom, 170 fölött vagyunk. Éves közgyűlését tartotta a Városi Nyugdíjas Klub. A napirendek között mindig kiemelt szerepet kap a korábbi év beszámolója és költségvetése, amit minden évben kiegészítenek a jövőre vonatkozó tervek. 47 rendezvényünk volt a tavalyi évben, köztük volt egy felvidéki kirándulás 3 napos. Zólyomtól Kassáig mentünk, idén is tervezünk hasonló dolgot, de Lengyelországba, Krakó és környékére. Egyébként havonta egyszer voltak terv délutánok, amikor egy ilyen beszélgetés rendezvény van. Különben ismert terjesztő előadásoknak a többségébe. De a múlt héten épp tojásfestés volt a húsvétre készülődve. 267 volt a tavalyi létszámunk, abból a sajnálatosan 5-en meghaltak elmúlt évben. De most van 27-28 új jelentkező, úgyhogy állandóan bővül a klubunknak a tagsága. Egy-egy klub délután 80-90 ember vesz részt. Ha kirándulni megyünk, akkor egy 50 vagy 60 fős busszal.
A mostani közgyűlésen továbbá az elnökségi tagok létszámának bővítéséről is döntöttek, ami 3 főről 5 főre emelkedett, és kineveztek egy alelnököt is Nagy Gábor személyében, aki 5 éve tagja az egyesületnek. Érdeklődéssel várom, mert ilyen feladatom még nem volt, úgyhogy nagy kitűzésnek veszem, úgyhogy remélem sikerül. A nyugdíjas klub a legnagyobb civil szervezete a városnak. Úgy szoktam mondani, hogy a egyházközségek és a sportegyesületek után a legnagyobb civil szervezet. Gratulálunk a szervezőknek, Kun Imre elnök úr igazán derekassan dolgozik azért, hogy egybe tartsa, hogy bővítse, folyamatosan nő a létszám, és ez egy olyan közössége a városnak, amely közösség nem csak, hogy a létezését kell, hogy folyamatosan bizonyítsa, hanem egyszerre annyi programjuk van, és annyi minden történik, hogy nagyon-nagyon jó idejönni, és szívből gratulálok is ehhez a sok-sok munkához. Egyre fontosabb szerepet kap az élethosszig tartó tanulás a mai emberek életében. Ez különösen fontos a munkavállalásban is. Ehhez szeretne hozzájárulni a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár legújabb tanfolyamával. Ezúttal olyan jelentkezőket várnak, akik már tisztában vannak a számítógép alapvető működésével. Már nem csak az e-mailezés alapjait, hanem magasabb szintű számítógépes gyakorlatokat, funkciókat tud a kolléganő megismertetni az érdeklődőkkel. Nagyon fontos, hogy 65 éves korig lehet jelentkezni ingyenesen erre a tanfolyamra. Nem vehet részt a résztvevő más egyéb Európai Uniós projekt által támogatott tanfolyamon, kifejezetten más számítógépes tanfolyamon, illetve nem állhat közoktatási intézménnyel tanulói viszonyban. Tehát elvileg 16 éves kortól 65 éves korig lehet jelentkezni, de ezeknek a kitételeknek meg kell felelni. A jelentkezési határidő az húsvét utáni héten április 3-a, és az első tanfolyami időpont rögtön azon a hétvégén szombat délután kezdődik. A tanfolyamokat általában hétvégén tartjuk. Ez a most újonnan meghirdetett tanfolyam az előzetes felmérés alapján kifejezetten szombat délutánonként kerül megrendezésre, és egy másfél hónapig fog tartani, tehát április 10-től május közepéig körülbelül 8 alkalommal lesz megtartva. Az utolsó alkalom egy záróvizsgával zárul. Az infokommunikációs eszközök további praktikus alkalmazása, az elektronikus levelezés összetette funkciójának a megismerése, a közösségi médiával való megismerkedés, illetve továbblépés. Nagyon fontos, hogy otthoni ügyeket intézni, tehát számítógép segítségével, személyre szabott eszközökkel való megismerkedés, illetve hát mindenféle olyan dolog, ami a napi élettel, illetve a munkavállalással kapcsolatos, lást például ügyfélkapunak a létesítése és annak a kezelése, ami szerintem a mai életben nagyon sok segítséget nyújt mindenki számára. Most ebben a pillanatban csak nekik szóljon a taps. Tapssal köszönte meg Pesti Nagykati rendező az autista fiatalok munkáját, akik részt vettek a nyáron bemutatott nagy sikerű musical ballada a Vörös Rébék háttérvetítési anyagának elkészítésében. A Szent Gergely lakóotthonban élő fiatalok Palásti Névicen a Katalin vezetésével és segítségével alkották meg azokat a vonalrajzokat, amelyekből végül egy grafikus készítette el a végleges anyagot. Az Autizmus Világnapja alkalmából kiállításon mutatták be ezeket az alkotásokat. Gyakorlatilag, hogyha szó szerint megálmodtam volna mindazt, ami megtörtént, akkor is pont ezt szerettem volna. Tehát olyan pontosan találták el lépésről lépésre azokat a kéréseimet és azokat a gondolataimat, hogy mifajta mélységbe tudtunk lemenni, mifajta érzékenységet tudtak egy-egy rajzzal megmutatni, amit épnek nevezett emberek egész biztosan nem így közelítettek volna meg. Kulcsszavakat kerestünk, kulcsszavakat mondtam Katának, hogy mi alapján rajzoljanak, de ez se volt ilyen nagyon szigorúan meghatározott, csak iránymutatás volt, és erre, amiket ők adtak, amilyen figurák születtek, azok engem meg rendszerint kizárólag lenyűgöztek, tehát onnantól már egyenes volt az út. Témákat kaptunk, ami témák mentén a lehető legegyszerűbb és a legbensőbb létükből jövő
gondolatokat formázzák meg. Így született meg a falu, a templom, a fák, a madarak, a vörösrébék és az úgynevezett statiszta madarak, a kislány és a kisfiú figurája, ami aztán Pappala László gyönyörű grafikái nyomán a musical ballada háttérvetítésében szerepelt. Azt gondoljuk, hogy ez nem csak a mának szól, tehát nem csak a mai autizmus világnapi üzenet, hanem ez az jövőnek is üzenet, hiszen ezt a balladát, ezt talán Tata történetében is meg fogják említeni, és hiszen ez volt az ős bemutató Pesti Nagy Katalin rendezésében. Ez egy nagy esemény volt Tatán, azt gondoljuk, hogy ezt a jövőben is meg fogják említeni a tataiak. Az egyhetes sorozat keretében autista mesemondót is várnak a szervezők. Lesz kutyaterápiás bemutató, zenés program. Végül az autizmus világnapján újra körbesétálják a kékfénnyel megvilágított várat. Most egy pingpongasztal foglalja el a folyosót, amit korábban úgy terveztek, itt lehet majd átmenni az új épület szárnyba, ami végül anyagi források hiány nem valósult meg. Itt lett volna az eredeti elképzelések szerint a tornaterem is, ami most az egyházkerület támogatásának köszönhetően mégis megépülhet a Tatai Református Gimnáziumban. A tornaterem egy közoktatási típusú, A-típusú tornaterem, egy 30x18 méteres, a hozzátartozó öltözőkkel, szertárakkal, mosdókkal együtt. Mivel a tornaterem az magasabb, mint egy normál öltöző vagy épület, ezért az öltözői szárny fölött még két szint kerülne most szerkezetileg kialakításra, ahol majd a későbbiekben konditermet, étkezőt tudunk kialakítani. Ezeknek jelenleg most nem fér bele a költségkeretbe a befejezése, de nyilván megépítjük a falak, az ne kelljen már bontással kezdeni, hogyha tovább szeretnénk építeni. A teljes költség az körülbelül 300 millió forintba kerül. Eddig azért tornaterem nélkül hát elég rideg tartásban voltak a gyermekeink, mert azért szinte az egész telet végig tornázták, vagy atlétizálták kint az udvaron. Ennek az időszaknak is volt azért egy eredménye. Atlétikában viszonylag jók voltak. Debrecenben rendezik meg évről évre a református középiskolák atlétika bajnokságát, és vagy 10 éven keresztül a legeredményesebb iskola voltunk ezen. Nem csoda, hiszen ez volt a fő profil, a szabadtéri atlétika volt eddig. Reméljük, hogy a tornaterem után nem esünk vissza az atlétika eredményeinkben, De egy kicsit a szertornában is, meg a tantermi, tornatermi eredményekben is előbbre léphetünk. A 10 évvel ezelőtti terveket már aktualizálták, ami alapján elkészülhet a tornaterem. A húsvéti ünnepek után elkezdődhet a régi Kovács műhely és az iskola udvarán található raktárak bontása. Az építési engedély és a közbeszerzési eljárást követően pedig várhatóan a nyáron elkezdődhet maga az építkezés is. Húsvétre hangolódó programokkal várta a családokat a Máltai Játszó. A tematikus napon kicsiknek és nagyoknak egyaránt lehetőségük volt részt venni különböző kreatív kézműves foglalkozásokon. Filcből ablak és ajtódiszeket lehet csinálni, hungarocell tojást díszítenek fel, amit bele tudnak tűzni a virágba otthon, vagy pedig a locsolóknak oda tudják adni. Fűfejbábút csinálunk, amit locsolgatnak és otthon utána tudják nyírni a hajukat. Majd csinálunk képkereteket, és akkor abban mindenféle dekopázzsal, szalvéta technológiával játszanak és készítik. Vannak rendszeres családjaink, akik rendszeresen látogatnak, 5 napi szinten jönnek, van egy kis házunk, ahol bent játszanak, ha jó idő van, akkor kint játszunk, tartunk ilyen tematikus hétvégéket, amikor a húsvétot, a farsangot, majd júniusban lesz a nagy családi rendezvényünk, amikor a születésnapot tartjuk meg, és akkor karácsonykor
szoktunk még ilyen nagyobb rendezvényt csinálni, akkor színészeket szoktunk meghívni fellépésre, és akkor ilyen egész napos családi rendezvények vannak. A Máltai Játszóház célja egy olyan közösségi hely biztosítása, ahol az egész család együtt töltheti el szabadidejét. A játszókert az év minden napján várja a gyermekeket és a szülőket, alkalmanként pedig remek lehetőségeket kínál fejlesztő programokon és sportfoglalkozásokon való részvételre. Olyan hetente egyszer szoktunk eljönni, és nagyon szereti a kislányom a gyerekeket, a társaságot, és azért is nagyon rendesek, akik itt vannak, már összeszoktunk, szeretünk ide járni. Készülhetünk együtt a húsvétra is, például ötleteket is otthon hazaviszem, és megvalósítottuk. Nagyon sok mindent otthon is elkészítettünk a kislányommal, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Jó, és ha mondjuk a játszóházba bent megunja, akkor ki tud jönni kint is játszani, úgyhogy van benti lehetőség, szabadban is, úgyhogy nagyon jó, mert nem zárt helyen vagyunk csak. Most már főleg, hogy jön a jó idő. A Máltai Játszó hétköznaponként délután 4 órától 7 óráig, hétvégén pedig délelőtt 10 órától este 6 óráig várja a gyerekeket. Elkezdődtek a Kismosópatak medrének helyreállítási munkálatai. A visszatérő karsztvizek okozta problémák megoldása városunk kiemelt feladatai közé tartoznak. A sajtótájékoztatón Bencsik János parlamenti képviselő a közeljövő feladatairól adott tájékoztatást. Miután a pénz is megérkezett hiánytalanul a központi költségvetésből, és az időjárás is engedi, megkezdődhetett a föltárása a forráscsoportnak, amelynek az elsődleges kanalizálása fog megtörténni a Kismosó patak helyre állításával. Hogyha az is megtörténik, akkor lehet foglalkozni a lopresti forrás és a kastély udvaron fakadó források befoglalásával és kivezetésével. Az magában foglalja a Hajdú utca, Hajdú utcai új gyűjtőcsatornának a kiépítését is. Ezzel párhuzamosan a tavaszi fesztiválok végeztével kezdődhet meg a május 1 útnak a rendbetétele. Ott egy kétszintes drénrendszert fognak majd kiépíteni, hogyha azzal is végeznek és az utat helyreállítják, akkor tudnak majd a Magyar Közút munkatársai neki látni a május 1 úti csomópont és a Pappálkocsma közötti útszakasznak, a Komáromi út ezen szakaszának a korszerűsítéséhez, és azt még az őszi tanévkezdés előtt be is fogják fejezni. Mikli József polgármester az első ütem fontosságát és a területen élőkkel történő egyeztetések kölcsönösségét hangsúlyozta. Köszönet képviselő úrnak valóban a segítségért, támogatásért, mert ez a tatai források ügye, ez egy hosszú folyamat, és nincs is még vége, meg nem is lesz még egy jó darabig vége, sőt azt reméljük, hogy annak, hogy a vizek visszatértek, annak meg soha nem lesz vége, és az a reményünk, hogy csak az a munka jár vele, hogy sikerüljön minden vizet Tatán úgy csatornába találtatnunk, és besegítenünk, és kanalizálnunk, ahogy ezt szokták mondani, hogy azt innentől kezdve, mint egy új természeti csodáját, egy újabb, vagy megújuló természeti csodáját tudjuk a tataiaknak és az ide látogatóknak megmutatni. Szeretném megköszönni a Nagykert utcában élőknek a hozzáállását a munkálatokhoz, hiszen személyesen kerestem föl a kollégámmal mindegyikőjüket, és egyeztettük a kisajátításnak a körülményeit. Durván 20 millió forint az az összeg, amit a város a saját költségvetéséből erre a feladatra szánt. Ezt ki is fizettük már minden egyes itt lakónak. Kitől mekkora darabot kellett, az a tervektől függött, hogy van akitől csak néhány négyzetmétert, van akitől 100 négyzetméteres nagyságrendbe érintette a kertjét. Illetve azt is volt, akivel le tudtuk egyeztetni, és meg is valósítjuk, hogy egy új kijárata legyen az ő kertjének. A kertek végében egy új kerítést építünk, az mellett járda lesz, végig lehet majd a patak mentén sétálni, tehát innen a Kocsi utcából, Kocsi útról át lehet sétálni gyalog is, majd ezen a patak menti járdán a sportcsarnokhoz. A hazai kastélyhálózat kiemelkedő turisztikai adottságokkal bíró helyszíne az Eszterházi kastély. A megkopott homlokzat és a lemálló vakolat látványa hamarosan megszűnik, és az épület együttes újra régi pompájában tündökölhet. Az épület a Nemzeti Kastélyprogram keretében újul meg a jövőben,
közel 2,4 milliárd forint európai uniós és állami támogatásból. Nagyon fontos az identitás erősítés is, különösen a tataiak számára, hiszen úgy gondoljuk, hogy azok a szerencsés települések, amelyek fölött egy vár magasodik, vagy amelyek egy olyan híres és nívós művészettörténeti emlékkel rendelkeznek, mint például a Tata is, mindenképpen a helyi emberek identitásába beépül ez a kastély, és mindenképpen, amikor a kérdőjeles felméréseket szoktuk végezni egy-egy turisztikai vonzerőfejlesztés megalapozásának a hitelessége miatt, akkor a település lakói biztosan az első háromban szokták említeni azokat a műemlékeket, amelyek az épület, amelyek a település történetét gyakran több évszázada már meghatározzák. Én nagyon hálás vagyok a magyar kormánynak és természetesen képviselő úrnak, és mindenkinek, akinek bármi kicsi része volt abban, hogy végre elindult a kastély felújítása. Hosszú munka előzte ezt meg, külön köszönet a Tatai Kunyi Domonkos Múzeum munkatársainak, Kövesdi Mónikának, külön is, azért a munkáért, amit a kastély lehetőségeit föltárva a jövőnek megrajzoltak, hogy hogy kéne majd kinézni ennek a kastélynak belülről. Egy nagy-nagy öröm az is, hogy az a hosszú küzdelem, hogy a kastély tartalmilag mit tartalmazzon, vagy mi legyen az az igazi üzenet, amit hordoz, azt is jól sikerült azt gondolom kitalálni. És hát nagyon fontos nekünk tataiaknak azt rögzíteni, hogy ez az első ütem, folytatódnia kell kastély felújításnak, hiszen még a Hősök tere felőli oldala nincs benne a projektben, a teljes épület, a balokkféle szárny nem teljesen van még benne, hátul a többi eszköz és maga a park további csinosítása nagyon-nagyon fontos lesz, tehát remélem, hogy mielőbb a folytatásról is majd beszámolhatunk, úgy, ahogy a Tatai vár megújításáról is. Tehát feladat is maradt még bőven, ne legyünk elégedetlenek, ez óriási dolog, ez a mostani lépés. Én nagyon remélem, hogy hamarosan a tataiak is élvezhetik, és az ide látogatók a szép új kastélyt. A magyar épített világörökség egyik legfontosabb megjelenítőihez tartozik majd a rekonstrukció után az Eszterházy kastély. Az épület együttes külső-belső megújulása nem csak esztétikai értéket jelent majd, hiszen a projekt számos vonzó programmal egészül ki. A végeredmény turisztikai szempontból is jelentős lehet. Végre ismételten birtokba vehetik a tataiak és a környékbeliek a majd megújuló Eszterházy kastélyt egy olyan funkcióval, ami számunkra is, az itt élők számára is érdekes lesz, de nagy vonzerővel fog majd bírni az ide látogató turisták számára is. Nem egy általános életmód kiállítás, főúri életmód kiállítás megrendezésére kerül itt majd sor, hanem sikerült elérnünk azt, hogy inkább az Eszterházyak európai diplomácia történetben betöltött szerepét mutassuk be, azt mutassuk be, hogy az európai történelemben hogyan jeleskedett, hogyan jelent meg Tata városa abban az időszakban, amikor már az Eszterházyak építették a tatai gesztesi uradalmukat. A tataványai meg a tatai ipari parkban nagyon sok ismerősöm van, vállalatvezetők, külföldiek, akik többé-kevésbé hétközben itt élnek, legtöbben Tatán, szállodákban, és mindig felvetették azt, hogy itt vannak ezek a szép épületek, itt van például ez a kastély, ez a nagyon szép épület, de hogy ebben nem lehet bemenni, nem lehet meglátogatni, pedig biztos, hogy nagyon érdekes lehet. Tehát az érdeklődés az már most is megvan. Még inkább meg lesz akkor, hogyha be lehet térni, és úgy lehet visszajönni, hogy elhozhatják a családtagjaikat, a feleségeiket, vagy a férjeiket, gyermekeiket, mert hogy hétközben viszonylag keveset túráznak itt a környékben, és nem nagyon ismerkednek a nevezetességekkel, de hogyha megtetszik nekik, akkor utána a szabadságuk terhére elhozzák a családjukat, és eltöltenek itt 3-4-5 napot. És az már valóban idegenforgalmi szempontból is egy komoly bevételi lehetőség a városban működő vállalkozások számára. Azt gondolom, hogy ha ilyen szerencsés helyzetben vagyunk, mint ahogy magyarok vagyunk, hogy lépten nyomon az ország bármely területén járunk, és egy-egy kastélyba vagy bárba botlunk, akkor azzal a felelősséggel is együtt kell élnünk, hogy ezeket a kastélyokat és várakat meg kell őriznünk az utánunk jövők számára. Illetve van egy olyan felelősségünk is, hogy
Nyilván ezeket fel kell újítanunk, meg kell töltenünk olyan tartalommal, ami egyrészt fellendíti a helyi gazdasági életet, másrészt turisztikai vonzerővel bír. Az előadásom keretében bemutattam, hogy nagyon jól pályázik Tata, és ez most nem csak a közszféra kedvezményezettekre vonatkozik, tehát nem csak az önkormányzatra vagy egyéb civil szervezetekre vonatkozik, hanem a gazdasági élet különböző szereplőire is. Több mint 500 benyújtott pályázatuk volt az elmúlt időszakban, amiből csak nem 300 támogatást is kapott. Az elmúlt 7-13-as időszakban több mint 12 milliárd forint érkezett Tatára, hogyha az összes pályázatot vesszük, és nagyon jó eredményekkel rendelkezik már most is a 14-20-as időszakban, már több mint 10 milliárd forint a megítélt támogatás Tata részére. Nyolc tehetséges gyermek köztük négy tatai fiatal bemutatójával vette kezdetét a Hungarikum Akadémia ifjúsági mozgalom, amely az Apraja nagyja elnevezést kapta. Az eseményen kiemelkedő képességgel rendelkező fellépők vettek részt, akik a kulturális ágazatok különböző területeit képviselik. Hiszünk abban, hogy ha valaki kimagaslót teljesít az élet bármely területén pozitív értelemben, azt lehet és kell listárolni. Tehát azt kell példaként állítani a felnövekvők elé, mert eredeti környezetben sem azért tanult meg valaki énekelni, mesélni, táncolni mondjuk, mert kötelezővé tették számára, parancsra nem lehet szeretni. A cél az, hogy az érték legyen a sztár, tehát hogy eljusson minél többekhez az, amit itt látunk, és biztos vagyok benne, hogy a volt rendház, piarista rendház dísztermében meg fogunk emelkedni, a talaj fölött fogunk járni, 20-30 centivel biztosan a produkciók láttán, hallatán, fantasztikus. Én nekem már volt módom ugye a szerkesztés kapcsán beletekinteni, és külön hangsúlyosnak tartjuk azt, hogy minden gyereknek, fiatalnak, aki ma itt teret, lehetőséget kap, jöjjenek a szülei, és jönnek a tanárai, a felkészítői is. Mert a tehetség nem magától születik. Ez onnan indult ki, hogy van egy koraszülötteknek csinálunk egy gyűjtést, az olyan 300 millió forint körül, és eközben miután már csinálunk egy nőkről legismertebb magyar hölgyek, ismert magyar hölgyek, két ilyen nagy akadémiánk volt a Budapesten, gondoltuk, hogy akkor a beharangozónak a koraszülöttek gyermekek akadémiájához, illetve a gyűjtéshez csinálunk egy tehetséges gyerekek, egy tehetséggozdodást tulajdonképpen. Itt már nem megyünk el arra, hogy ki milyen családból származik, tehát most már nem érdekes, hogy valaki szegény családból vagy gazdag családból, egyenesen az érdekel minket, hogy ki mit tudott elérni általános iskolás gimnazista korára. Ez a lényeg az egésznek, és ezt próbáljuk támogatni természetesen. Szaktanárok, készségfejlesztő pedagógusok és intézményvezetők, a mindennapi oktatásban dolgozó szakemberek gyűltek össze a Piarista Rendházban. A következő tanév megkezdését előkészítő feladat, hogy a tanárok megismerjék és átlássák az idei tankönyvkínálatot. Évről évre nagyon fontosnak érezzük, hogy a tankönyvrendelési időszakot megelőzően, ami ugye jogszabály alapján áprilisban van az iskolákban, a megelőző időszakban közvetlen tájékoztatást adjunk az OFFI-nak a portfóliójáról, és hát egyáltalán a pedagógusokat tájékoztassuk az újdonságainkról, változásokról, hogy minél könnyebbé tegyük a munkájukat, amikor a tankönyveket rendelik. Az Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet innovációs és szolgáltatási tevékenységet is végez, az úgynevezett tankönyv roadshow országszerte maximum 10 helyszínt érint. Tatán most először járt a pedagógusok és szerkesztők közötti tapasztalatcserére is lehetőséget nyújtó program. Nekünk az előző években a munkánk nagy része azzal telt, hogy ténylegesen fejlesztettünk, és gyakorlatilag ilyenkor megpróbáljuk pótolni azt a hiányt, hogy az információk kellő mennyiségben odajussanak a pedagógusokhoz. Úgyhogy ezért a személyes találkozás egyébként, munkatársaim nagy része is pedagógus, én magam is, nagyon fontosnak érezzük a közvetlen eszmecserét. Az OFFI-nak rendkívül nagy a portfóliója. Ez adódik abból, hogy olyan kiadók kerültek az állami tankönyvkiadó portfóliójába, amelyek mind a nemzetiségi területnek, mind a sajátos nevelésű igényű tanulóknak kínálnak könyveket, és mindezt azon túl, hogy természetesen a köznevelés minden közismereti tárgyához is kínálunk több könyvet, tehát választék van.
közel 1400 fajta címünk van a tankönyvjegyzéken, úgyhogy ebből elég gazdag kínálatból tudnak választani a tanárok. A tankönyv kiadási igazgató a helyszínen azt is elmondta, az oktatási hivatallal együttműködve szaktanácsadó kollégákat is képeznek, a mesterpedagógusok feladata, hogy még szorosabb kapcsolatot teremtsenek a fejlesztők és a tanárok között. Nagyon szerette a banánt, és azt csinálta, hogy az orbányával így fekve kinyúlt, levett egy banánt és megette. Interaktív mese előadással készültek a legkisebbek számára az Autizmus Világnapja alkalmából szervezett programsorozaton. Fekete G. Viktor saját meséiből hozott válogatást. Az előadó sokaknak ismerős lehet internetes műsora, az Autista vagyok című sorozat révén. A programra nem csak a gyerekeket várták, hiszen a mese délutánt egy beszélgetés követte, amelyben az előadó saját élményein, tapasztalatain keresztül mutatta be az autizmus spektrum zavart. Azt a kérdést járja körül, hogy milyen autistaként ebben a társadalomban lenni, és hogy mi a mi felelősségünk, mint érdekvédők, szülők, tanárok, pedagógusok, gyógypedagógusok felelőssége az autizmus elismeréséért, fejlesztéséért, illetve hogy mi a társadalom felelőssége. Tehát én nagyon örülnék, hogyha nem csak azok jönnének el, akik érdekeltek az autizmusban, hanem hogy rájönne az egész társadalom arra, hogy igazából ők is érdekeltek. Kezdjük megközelíteni külföldöt nagyon sok egyéb dologban, tehát például az autizmus problematikájának elfogadásában és elismerésében nagyon hatalmas változás történt. Az autizmus megismertetésében is, tehát hogy most már nem sztereotípiákban gondolkodunk, ez szerintem egy nagyon jó dolog. Én azt vettem észre, hogy egyre többen állnak ki, hát mi is elkezdtük csinálni Lizankával, akivel szintén autista, akivel csinálom ezt az Autista vagyok érdekvédelmi műsort, YouTube műsort, illetve a fellépéseket. Azt veszük észre, hogy egyre többen kezdenek kiállni, és nem csak szülők, hanem maguk az autisták is, hogy az érdekeiket védjék. Én azt látom, hogy ez egy nagyon jó tendencia, viszont lassan egyre inkább felszínre jönnek azok az értetlenkedések és azok a kérdések, amivel végre elkezdhetünk foglalkozni. Csak azt hiszem, ez lesz egy nagyon nehéz pont, hogy megmutatni az embereknek, hogy felfogják, hogy ez nem egy betegség, amit meg lehet gyógyítani, ezt el kell fogadni, el kell ismerni, támogatni kell az autistákat, hogy az autisták is tudják támogatni, meg képesek támogatni a társadalmat. Mint minden témában, hogyha valaki érintett, és hogyha valaki úgy él, hogy autizmus diagnózisa van, biztos, hogy sokkal hitelesebb az ő szájából hallani azokat a problémákat, esetleg gondokat, örömeket, amelyeket ő már átélt, amelyek neki nehézséget jelentettek, és biztos, hogy fog tudni a hallgatóságban lévő szülőknek, fiataloknak egy pár olyan gondolatot elmondani, ami biztatja őket, ami arra fogja sarkalni őket, hogy az autizmusért tenni kell, és hogy az autizmusra fel kell hívni a figyelmet. És én azt gondolom, hogy Viktor kimondottan egy olyan aktivista, aki nem csak az autizmusára akarja felhívni a figyelmet, hanem az összes többi fogyatékosságra is. Immár a 21. alkalommal alakult át az Eötvös József Gimnázium díszterme egy kávéházi hangulatot felidéző összművészeti program helyszínévé. A vakablak elnevezésű esemény már hagyomány az intézmény életében. A rendezvény fő célja, hogy közelebb hozza a diákokat a különböző kulturális ágakhoz, mindezt úgy, hogy neves művészek előadásait hallgatják meg a résztvevők. Azt hiszem, hogy ez egy kuriózum a magyar oktatási rendszerben, vagyis az, hogy egy iskolában egy ilyen nívós programot meg tudunk szervezni, ahol egyszerre jelen van a képzőművészet, a zene és az irodalom. Azt gondolom, hogy ez a titka ennek a rendezvénynek. A vakablak előadói között szerepel többek között Emmer László fotográfus is, aki a Képmás című kiállításával készült az érdeklődőknek. Néhány héttel ezelőtt a Várkertben volt egy kiállításom a Képmás magazin számára készült címlapfotókból és belső anyagokból. Így hát a képek frissen, melegen elkészültek, úgyhogy ezekből egy szűke válogatással jöttem ide. A portréfotózás és az emberábrázolás az mindig egy érdekes. Hát nyilván, hogyha ha ismerős arcok köszönnek vissza a képekről, akkor az esetleg még érdekesebb lehet, és hogyha erről aztán később tudunk
beszélgetni, akkor szerintem a mai gimis generációnak is érdekes lehet. Az eseményre bárki ellátogathatott, így nem volt szokatlan, hogy öreg diákok és művészetkedvelők is megjelentek a vakablak közönség soraiban. Azonban a jelenlegi diákok számára is nagy érdeklődést váltott ki a kulturális délután. Én 5 éve vagyok itt, most vagyok végzős az Eötvösben, és mielőtt idejöttem, azelőtt 1 évvel voltam itt először, azért is jöttem az Eötvösbe többek között. Nagyon szeretem, mert mindig igényes műsorral várnak minket, és jó előadókat hívnak, és egy olyan kulturális program, amit én sehol máshol nem láttam itt a megyében, és nagyon örülök, hogy részese lehetek. A 20 éves programsorozaton idén is nagy nevek jelentek meg. A Vakablak Karinti Márton Kossuth díja színházrendező, színházigazgató, író könyvemutatójával kezdődött, amelyet az iskola tanulóinak és tanárainak közös koncertje követett. A zenei program azonban itt nem ért véget, hiszen Szirtes Edina Mókus, illetve Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint produkciói tovább gondoskodtak a jó hangulatról. 10. alkalommal vettek részt a fogyatékossággal élők a számukra rendezett sor- és váltóversenyen. A sporteseményre 6 intézményből érkeztek a csapatok, köztük Tatáról, Tatabányáról, Síkvölgyről, Dunaalmásról, Komáromból és Győrből. A programnak idén is 2 célja volt. A résztvevőknek ugyanis a versenyzésen kívül lehetőségük adódott kapcsolatépítésre és barátkozásra. Az igazság, hogy a fogyatékkal idők ellátásában az intézményekben a sportra nagyon kevés hangsúly van fektetve, és mióta oda kerültem, én nekem ugye a sportban a véremben van, és ugye úgy gondolom, hogy a sporttal sok mindent lehet csinálni. Tehát a sport az a legjobb dolga a kapcsolatépítésére, az örömszerésre, mindenre. És emiatt ezt bevettük, szerencsére a Jozó úr egész jól támogatta, ezt mind a 10 évben teljes messzésre kiállt ez a rendezvényben, úgyhogy már 2009 óta minden évben megtűzhet ezt a versenyt, hál' Istennek. Szerencsére lehet látni, hogy azt, hogy nem vagy győzni akarás, hanem a részvétel a fontos. Tehát még akkor, hogyha idézően utolsó helyen érnek be, a fülügérő mosolya, a csillogó szemekkel és boldogan veszik át a megérdemelt jutalmukat a nap végén. A verseny során a tataiakat a Fogyatékosok Nappali Intézménye, röviden az Énó képviselte, akik az elmúlt időszakban minden váltóversenyen részt vettek. A verseny is nagyon jó dolog, egyrészt mozognak, egészségesen élnek, átélik az izgalmakat, ami a verseny során történik. Második az utóélete is nagyon jó ennek a versenynek, mert utána nagyon sokáig van miről beszélgetni, megnézzük a fényképeket, a videót, és nagyon sokáig tudnak belőle táplálkozni, hogy jól érezzék magukat és sikerélményeik legyenek, mint hazai pályán résztvevő szervezőknek, oda kell, hogy tegyük magunkat. Ezt a fiatalok is nagyon érezték, és nagyon megpróbálnak jól szerepelni. Aki nem tud szerepelni, az pedig lelkesedéssel próbálja a többieket buzdítani, szurkolni. Az Énó csapatát erősítette Havasi Márta, aki régóta készült a megmérettetésre. Gyakoroltunk többször benne a napközi otthonban, meg a Erzsi nénivel, meg a Ági nénivel, a két teremben ezeket a gyakorlatokat összegyakoroltunk kedden és csütörtökön minden héten. A sor- és váltóverseny feladatai eredetileg a Diákolimpián szereplő játékos kihívások, amelyeknek kicsit leegyszerűsített változatai a fogyatékkal élők versenypályájaként funkcionál 2009 óta. A remek hangulatot pedig a közös zumbázás és a lelkes szurkolás garantálta. A térségben élők és az irodalom iránt érdeklődők számára már jól ismert arculatelemek köszönnek vissza az asztalokon elhelyezett füzetek borítóiról. Közel 50 évszázada működik az Új Forrás című folyóirat, amelynek szerkesztőit kérdezhették a hallgatók a Népfőiskola legutóbbi programján. Egy kötetlen beszélgetésre készültünk, arról az 50 évről, jövőre lesz 50 éves az Új Forrás, hogy mi történt, hogyan lett egy forrás nevezetű antológiából betiltott folyóirat, majd milyen fázisokon ment át a folyóirat, hogyan lett könyvkiadó, internetes folyóirat, hogyan csinál rendezvényeket, nyitott rezervátumot, és hogyan lett az egész Új Forrásból végül egy indián törzs az én törzsfőnöki vezetésemmel. Igazából jó szövegeket közlünk, még az sincsen, hogy csak magyar szerzőket közölnénk, mint régen. Nyilván az indiánságból fakad, hogy kötelezően indián kortárs szerzőket is rendszeresen közlünk, de minden más fordítást közlünk, tematikus számokat készítünk, és
És ezekhez válogatunk anyagokat, kérünk többnyire. Rengeteg anyag jön be, abból nagyon keveset fogadunk el, csak a legjobbakat, és kitüntetett figyelmet szentelünk a fiataloknak legújabb forrás címen is, és egyébként a szerkesztőim is 20-30 évesek. Elsősorban tatai kötődésű, vagy a térségben élő előadók szemén keresztül próbálja bemutatni a kortárs irodalom szeleteit a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság az idei évben elindított sorozatával. A sokrétű téma lehetőséget ad a szervezőknek a minél szélesebb program kínálatra. A helyi alkotókat, vagy legalábbis akik közel vannak, innen származtak netán, őket keressük meg. Aztán még közben az is, hát hogy is mondjam, bekapcsolódott ebbe a gondolkodásba. Ugye városunknak nagyon jó kapcsolatai vannak a határon túli magyar településekkel, testvérkapcsolatok konkrétan, de egyéb hát emberi kapcsolatok is vannak, és hát ebbe beletartozik az irodalom is, és ez is volt egy szándék, hát amennyire lehet, hogy ez sem egyszerű, de sikerült valamennyit ebből az elképzelésből is megvalósítani.